akkor én másokat szeretnék majd oktatni, és természetesen ingyenesen. Hadd meséljek csak egy picit a hátteréről, hogy jött ez a dolog, miért most jött, és pillanat, csak beindítom közben a diákat. Jó, tehát, hogy honnan jött ez a dolog? Nem, én ezt nem most terveztem, de valahogy úgy néz ki, hogy a konkrét céljaimmal, meg és a jövőképemmel ezt a dolgot bevonzottam, azaz bevonzottalak titeket, ugyanis egy nagyszerű weboldalnak a zárt Facebookos csoportjában találtam magam egyik nap, és ott az egyik hölgy felvetette az egyik fórumon, hogy egy posztolt egyet, hogy van-e valakinek olyan tudása, vagy olyan dolog, amit szívesen megosztana másokkal ingyen és önzetlenül, és amivel esetleg segíteni tudná itt a közösségben lévőket. Néztem, és akkor beugrott, hogy hoppá, hát nekem van ilyen, legalábbis én úgy gondolom, hogy van ilyen tudásom, és egyből fel is ajánlottam, hogy akit érdekel a forex kereskedés, illetve a tőzsdének ez a válfaja, tőzsdei kereskedés ezen válfaja, azt szívesen bevezetem ebbe a szakmába. És el is kezdtek szépen jönni az érdeklődések, először 2-3-4-en, főleg onnan a sikerközösség zárt fórumból. És aztán mondtam, hogy ha már van 4-5 ember itt a webinár előtt, akkor igazából ugyanannyi energiába telne még 5-10 embert, befogadni a csapatba, és akkor fölírtam a céljaim közé a telefonom nyitólapjára, hogy 6-tól 15-ére 10-15 embert fogok toborozni a csapatba. Na most ehhez képest lettünk 30-an 12-ére, úgyhogy köszönöm szépen nektek a bizalmat. Miért ingyen? Miért ingyen tanítok? Elég sok tanfolyamot végigjártam. Körülbelül, ezt most nem felvágásból mondom, ne értsétek félre, de az elmúlt majdnem 3 év, 2,5 év során 600 000 forintot költöttem tőzsdei tanulásra, tanfolyamokon, szemináriumokon, webináriumokon való részvételre, könyvek, hanganyagok, stratégiák, DVD-k, oktatóanyagok megvásárlására. És amikor én azt hittem, hogy én ezzel valószínűleg egy nagy bolond vagyok, hogy ennyi pénzt erre kifizettem, amit egyébként hozzáteszem, utólag abszolút nem bántam meg, mert nagyon sokat épített rajtam, bár nem ezektől tanultam meg sikeresen kereskedni, azt majd el fogunk erről sokat beszélni, hogy miért és hogy. De van olyan barátom, kereskedő, trader barátom, amikor én ezt elmondtam neki, hogy 600 000, akkor könnyelműen mosolygott, és azt mondta, hogy ő 1 millió fölött jár. Aztán egyszer leveleztem egy traderrel, egy nálunk sokkal tapasztaltabb traderrel, ő pénzért oktat is, tanfolyamokat is tart, és amikor írtam neki, hogy én kb. Ennyinél tartok, ő azt mondta, hogy hát nem szabad ennyit kifizetni tanfolyamokra. Én meg visszakérdeztem, hogy szerinted van-e olyan trader, ismersz-e olyan embert, aki ennyit elbukott, ennyit vagy ennek a többszörösét elbukta a tőzsdén? És azt mondta, hogy igen ismer. Hát én is így gondoltam, hogy nagyon sokan vannak, akik ennek a többszörösét elbukják. Ezért jó tanfolyamokra járni, és esetleg olyan embereket hallgatni, akiknek már több tapasztalatuk van. Persze autodidakta módon is nagyon sokan megtanulják, de úgy hosszabb és még nehezebb az út, mint egy mentor, egy segítő segítségével. És hát nem is beszélve arról, hogy így lehet, hogy sok pénzt fizet ki az ember tanfolyamokra, viszont lehet, hogy ez a kifizetett pénz, ez sokkal nagyobb vesztességektől fogja a későbbiekben őt megóvni. Nos, a másik kérdés, miért ingyen? Hát nekem van egy nagyon komoly bőségtudatom, illetve fejlődő bőségtudatom, ami azt mondja ki, hogy egyrészt az univerzumban és a forex piacon is korlátlan a bőség. És ez tényleg korlátlan, úgy értsétek, tehát emberi ésszel felfoghatatlan mennyiségű pénz fordul meg egy nap alatt a forex piacon. 5000 milliárd amerikai dollárnak megfelelő forgalom van a forex piacon, tehát a bankközi deviza piacon. 5000 milliárd dollár, ezt tudjuk mennyi körülbelül? Ez 5 billió dollár. Ha azt mondom nektek, hogy az amerikai GDP, az Egyesült Államok éves nemzeti összterméke, az 15 000 milliárd dollár, akkor ebből láthatjuk, hogy az amerikai éves GDP 3 nap alatt megfordul a Forex piacon, és ehhez egy hazai példát szeretnék nektek mondani, hogy 140 ezer milliárd dollár, bocsánat, tehát 140 000 milliárd dollár a magyar GDP, és ez körülbelül ez éves magyar GDP, és ennek a 20-szorosa 140 milliárd USA dollár, bocsánat, igen, és ennek a 20-szorosa fordul meg egy nap alatt. Tehát a magyar GDP 20-szorosa egy nap alatt körülbelül. Jó, tehát ez egy hatalmas piac, megfelelő bőségtudatot adhat az embereknek, akiknek van olyan jövőképük, hogy, és hitük önmagukban és a kereskedési rendszerükben, hogy igenis erről a piacról ők tudnak pénzt elhozni. És megint visszamutatva arra, hogy ugye sok tanfolyamot végigjártam, nagyon komoly pénzekért oktatnak. Tehát van, hogy egy 3 napos tanfolyamért 150–200 ezer forintokat elkérnek, és aztán hogy kerülnek ki onnan az emberek, hogy kerül ki onnan az emberek 80%-a igazából sehogy. Pici valamit meghallott, valamit látott, de ugyanúgy nem fog tudni kereskedni. Majd ennek el fogom mondani az okát. Na most innentől kezdve, hogyha valamiért én elkérek pénzt, aminek tudom, hogy a 80%-a kukába dobott pénzt, tehát elégetett pénzt, tehát az emberek 80%-ának nem tudok ezzel igazából segíteni, viszont a pénzüket mégis elveszem, az egyrészt nálam valahol nem oké. A másik dolog. Ha én egy jó trader vagyok, és oktatásra vállalkozom, és tartom magam annyira jó tradernek, hogy ezért ennyi pénzt legyen arcom elkérni, mondjuk mit tudom én, 50–200 ezer forintot egy 3-4 napos tanfolyamért, akkor feltételezhető, hogy én akkor eredményes, profitos trader vagyok, és ezáltal ebből a korlátlan bőségből én el tudok hozni annyit, amennyit akarok. Akkor minek vegyek el másoktól pénzt, esetleg olyan emberektől, akik hát még csak most próbálgatják a szárnyaikat, még nem vívták ki az anyagi függetlenségüket, esetleg sokan a számlák befizetésére gyűjtenek, miért vegyek ki akkor pénzt a zsebükből? Tehát körülbelül így ezek a gondolatok jártak a fejemben, amikor én erre vállalkoztam. Úgyhogy lassan akkor el is kezdeném a mai... Ja, bocsánat, még pár játékszabályt szeretnék, illetve pár szabályt az előadásokkal kapcsolatban ismertetni, aminek a nagy részét már e-mailben is elmondtam nektek. Igyekszem majd minden előadás végén házi feladatokat adni, amiket szeretném, hogyha megcsinálnátok. Ennek az lesz a rendje, hogy mondjuk küldök majd egy hangfelvételt, és majd meg fogom kérni, hogy a lássam, hogy meghallgattátok, írjatok le mondjuk 5 mondatot, 5 mondatban, hogy mi volt nektek a legfontosabb gondolat, mi maradt meg. Ezt bekülditek nekem, nem fogom mind a 30-at elolvasni nyilvánvalóan, csak azt regisztrálom, hogy megcsináltátok és elküldtétek. Tehát nagyon fontos, hogy ti tegyétek oda magatokat, tegyétek bele a munkátokat, mert én is beleteszem az időmet és az energiámat, így fogunk tudni valószínűleg eredményesen dolgozni. A másik, előre is elnézéseteket kérem e-mailekkel kapcsolatban. Legyen az e-mailekkel kapcsolatban a rend, hogy írjatok nyugodtan kérdéseket, gyűjtsétek a kérdéseiteket, nyugodtan küldjétek el nekem az e-mail címemre, arra az e-mail címre, amiről a legutolsó 2 e-mailt küldtem. Jó, csináltam egy új Gmail-es e-mail címet, mindenkinek már ott van az e-mail róla a postafiókjában, de az utolsó diára ki is fogom vetíteni. Tehát nyugodtan küldjetek az e-maileket, de bocsássatok meg, nem fogok rá válaszolni. Azon egyszerű oknál fogva, hogyha vagytok 30-an, és mondjuk abból csak 15-en írogatnak kérdések, elkezdünk, belebonyolódunk egy levelezésbe, a világ ideje nem elég arra, hogy én ezt megválaszoljam, egy külön ügyfélszolgálatost kéne rá fölvenni. Jó, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy nézem az e-maileket, összegyűjtöm a kérdéseket, és minden óra elején ezeket föl fogom olvasni a kérdéseket, és meg fogom válaszolni. Jó? Tehát szóban fogom megválaszolni az e-maileket. Kérem, senki ne haragudjon meg, ha nem válaszolok rá. Jó? Köszönöm előre is a megértéseteket. Jó, megnézem még, hogy mit akartam mondani ezzel kapcsolatban. Igen, akkor a webinárium szoftvert azt nagyjából látjátok, ez egyszerű, mint a kő. Igazából mindig ugyanezen a linken, tehát lehet, hogy nem fogok mindig küldeni emlékeztetőt, ezen az anymeeting.com/lehotrader1, tehát mindig ezen a linken fog működni az előadás, általában egy negyed órával előtte már megnyitom a szobát, és be tudtok lépni. Jó, tehát egyelőre mindig akkor kedden és csütörtökön fél héttől este 8-ig fogunk együtt dolgozni. Ha valaki hiányzik, azt kérem, ha egy alkalomról hiányzik, ne írjon, jó? Ő se töltse az időt fölösleges e-mailezéssel, meg ne jöjjön a keleténél több e-mail. Tehát egy hiányzás az nem hiányzás, jó? Ha zsinórban 2 vagy annál több hiányzás van, akkor létszi, dobjatok egy e-mailt, hogy tudjam, hogy akkor ki az, aki valószínűleg most le fog maradni, és akkor vele picit majd foglalkozni kell, vagy után követni, hogy be tudta elhozni a lemaradását, jó? Ugye minden előadásról felvétel készül, amit egy zárt YouTube csatornára fel fogok tenni, tehát egy privát linket fogtok róla kapni, majd hírlevélben. Azt más nem láthatja, csak az, akinek a linket elküldöm. Jó. Sok embernek ugye mondtam, hogy ha gondolja, azért jöjjön el, nézze meg ezeket az előadásokat, akkor is, hogyha nem akar, vagy nem ez volt a fő célja, a number one célja, hogy ő tőzsdével foglalkozzon, vagy tőzsdei trader kereskedő legyen. Én azt gondolom, hogy ennek a programnak nagyon komoly pozitív hozadékai lesznek azon emberek számára is, akik esetleg nem tervezték, vagy időközben úgy látják, hogy nem ez lesz az ő útjuk. Én úgy próbáltam az oktatási tematikát fölépíteni, amit most már egy 7 oldalnyi Word dokumentumra rúg, csak a vázlatpontokból. Úgy próbáltam fölépíteni, hogy ez mindenki, az első 3 előadás különösen, mindenki számára építő jellegű és érdekes legyen. Azoknak is, akik mondom, nem úgy gondolják, hogy nem ez lesz az ő útjuk. Mert nyilvánvalóan nem a trading az anyagi függetlenséghez és a szabadsághoz vezető egyetlen út. Ezt szeretném nyomatékosan aláhúzni. De mégis, akik ezt a programot végigcsinálják velünk, azt gondolom, hogy nagyon komoly pozitív hozadékai lesznek az életük egyéb területein is. Miért mondom ezt? Mire a program végére érünk, és ez egy óhatatlanul is egy hihetetlen személyiségfejlődést fog eredményezni. Tehát ami a tőzsdében szenzációs, és a tőzsdei kereskedésben, és ezért imádom én is, mert mire profi traderré válsz, és csak úgy fogsz tudni pénzkereső profi traderré válni, hogyha egy személyiségfejlődést már elértél. Tehát fejleszted magad folyamatosan, fegyelemre, pozitív gondolkodásra, helyes, pozitív önértékelésre, helyes kockázatkezelésre, a hozamkockázat arányok felmérésére. Majd fogunk erről beszélni, mondjuk a hozamkockázatról. Ez nagyon jól tetten érhető egyébként az élet más területén is. Tehát ugye szokták mondani profi traderek, akik mondjuk magasabb idősíkokon kereskednek, 1/1-es hozamkockázat alatt nem mennek trédbe, de 1/1-ben sem. Ugye, ez azt jelenti, hogy ha a kockázatod és a hozamod ugyanakkora, az akkor még mindig csak igazából rulettnél vagyunk. Tehát az még mindig csak szerencsejáték, 50-50%. Olyan üzletekbe szeretünk belemenni, ahol a várható hozamom az legalább duplája a kockáztatott összegnek. Na, onnantól kezdve nevezzük ezt kereskedésnek. És ez az életben is egyébként nekem nagyon sokat segített. Tehát, hogyha ha felajánlanak nekem egy üzletet, amin ugyanannyit veszíthetek, mint amennyit kereshetek, az nem üzlet, az szerencsejáték. Azokat megköszönöm, és azt nem kérem. Jó, ugye tehát mondtam, hogy személyiségfejlődést fog okozni az életedben. Én például a tradingnek köszönhetően, és nagyon érdekes lesz, amit mondom, kezdtem el jogázni. Mert nagyon fontos, hogy meglegyen egy mentális érzelmi egyensúlyod kereskedés közben, és ez utána pozitívan ki fog hatni az életed egyéb területére is. Nem árt, hogyha aki eddig nem sportolt, az most el kell sportolni, mert ugye mondják, hogy épp testben épp lélek, a sport által fog kialakulni a pozitív énképed, a helyes önértékelésed, és pozitív énkép nélkül nem igazán lesz valaki sikeres tréder. Tehát ehhez viszont ebben nagyon sokat segít a sport és a jóga, a lélek és a test harmóniájának kiépítésében. Ez nagyon fontos lesz a trading során, de erre majd még visszatérünk. És ahogy ezt a nyitó idézettel is próbáltam nektek érzékeltetni, az üzleti vállalkozásod olyan gyorsan és olyan nagyra fog nőni, mint amilyen gyorsan és nagyra fejleszted az egyéniséged. Tehát személyiségfejlődés nélkül nem lesz üzleti siker. Jim Rohn, egy nagyon komoly amerikai filozófus és motivációs előadó idézete volt ez. Jó, hogyan fog telni az első 3-4 alkalom? Ugye, amint láthatjátok, és már talán leírtam nektek a bevezető szövegben is, hogy a tőzsdei kereskedés 95%-a pszichológia és mentális felkészültség. Tehát ez egy mentális sport. Itt nagyon komoly mentális erőre van szükséged, hogy sikeres légy ebben a szakmában. És pusztán 5% a technika, a technikai jellemzés. Hogy most itt meg tudjuk állapítani például erről a chartról, hogy mit tudom én, itt dupla aljat látunk, tök mindegy, vagy hogy ez az indikátor most vételi vagy eladási jelet mutat. Igazából nem ez a lényeg, mert lesz olyan szituáció, amikor két különböző embernek ugyanaz a szituáció, az egyiknek vételt fog mutatni, a másiknak eladást, mert más különböző szabályrendszereik vannak, máshogy látják a piacot. De ami közös a tréderekben, hogy hihetetlen mentális erővel, a nyereséges tréderekben, és nagyon pszichológiailag nagyon-nagyon felkészültek. Jó. Tehát éppen ezért én az előadás, az első 3-4 alkalommal én magát az embert fogom a fókuszba helyezni, az érdeklődésünk középpontjába. Tehát én az első 3-4 alkalommal nem tervezem, hogy csártokról beszélek. Tulajdonképpen ez a nyitódia lesz most pár hétig az utolsó, amikor csártot fogok nektek mutatni. De ez is csak egy dekoráció. Azon egyszerű oknál fogva, mert ugye azokon a tanfolyamokon, ahol én jártam, ott ugye mindig elmondják ott, hogy gyerekek, a kereskedés 80% a pszichológia, ők 80-at mondtak, van, aki azt mondja, hogy szerinte 100% a pszichológia. Működik véletlenszerű belépéssel is. Tehát, hogy gyerekek, 80% pszichológia, 20% technika. És erre ők hogyan építik fel az előadás tematikáját? 3 napon keresztül beszélnek technikáról, és a harmadik nap utolsó fél órájában egy kis pszichológiáról, személyiségfejlődésről, motivációról. Na hát ennyit a tanfolyamokról. Tehát én meg úgy gondolom, hogy mivel a 95% az emberi tényező, akkor kezdjünk el azzal beszélni, és fektessük le az alapokat ennek értelmében. Úgyhogy az embert fogjuk a középpontba helyezni. Úgyhogy ez alkalommal is elnézést kérek azoktól, akik már türelmetlenek és már szeretnének megkezdeni trédelni, demózni, technikai jellemzéseket végezni csártokon, nekik még egy kis türelmét kérném. Jó? Igazából az úszás oktatás sem a pillangóval szokták kezdeni, úgyhogy szeretném lefektetni a mentális alapokat először. Nos, tehát ebben én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy valamilyen tekintetben más, és úgy gondolom, hogy jobb oktatási tematikát dolgoztam ki, mint általában a tőzsdetanfolyamok. És szeretném azt is, hogy ne csak az én szemszögemből ismerjétek meg a piacot, tehát a piaci, ne csak az én piaci gondolkodásomat, vagy az általam ismert stratégiákat lássátok, vagy ismerjétek meg. Ezért az idő előre haladtával, amikor már az alapokkal tisztában leszünk, tehát a csártelemzés, a kereskedői felület kezelése, stb. Mentális felkészültség alapjaival tisztában leszünk, meg fogok hívni vendégelőadókat különböző témakörökben. Van tőzsdepszichológus barátom, elég kiterjedt az ismeretségi köröm különböző tréderek terén, tehát nagyon sok profi tréderrel állok kapcsolatban. Szervezek is egyébként az egyik barátommal közösen egy klubot, amire majd mindenkit szeretett, ami szintén ingyenes. Minden hónap utolsó csütörtökén van ez a Traders Night rendezvény. Aki olvasta a bemutatkozó dokumentumomat, abban megtalálhattátok, és mindenkit, majd erről fogunk még bővebben beszélni, esetleg a Facebookon keressetek rá, Traders Night Budapest, jó? Így tudtok rákeresni. Lájkoljátok be, el tudjátok olvasni, miről szól ez a dolog, és így is tudjátok magatokat szakmailag képezni ingyenesen, és ami nagyon fontos, hogy tudtok olyan emberek társaságában lenni, akikkel valószínűleg egy cél felé haladtok, és ez nagyon fontos erőteret tudtok így létrehozni, tudunk létrehozni együtt. Jó, tehát lesznek akkor vendégelőadók is, majd az első hónap után valószínűleg, ugye a második hónap közepe vége felé. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt egy ígéretes munkának nézünk elébe, egy nagyon, nagyon jó társasággal. Gondoltam még azt, hogy mutatkozzon be mindenki, mondjon egy pár percben magáról valamit, de mivel ez működött volna addig, amíg 5-10 vagyunk, de onnantól, hogy 20 vagyunk, és mindenki 2 percet beszél, az akkor el is ment vele a mai előadásunk. Úgyhogy én csak tényleg röviden elmondom, hogy nagyon boldog vagyok, hogy az ország minden tájáról vagyunk itt, Szegedről, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Németországból, most jelentkezett valaki Angliából, úgyhogy, és hát természetesen Fehérvár, bocsánat Bálint, igen, tényleg, biztos kihagytam még egy pár helyet, tehát az ország minden részéről és Európa több részéből is itt vagyunk, együtt dolgozunk. Szenzációs csapat, ez azt gondolom, a szakmák minden palettája, teljes palettája képviselteti magát. Vannak vendéglátósok, szállodások, informatikusok, van pszichológus köztünk, van profi pókerjátékos köztünk, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon tudjuk majd egymást építeni. Jó? Na, akkor vágjunk bele. Magamról egy pár szót. Már nagyjából azért elmondtam, hogy jártam a tanfolyamokat, mik a tapasztalataim. Nagyon sok mindenkinek elküldtem a bemutatkozó dokumentumot, azért gyorsan átszaladok rajta, jó? Tehát én idegenforgalomban dolgoztam, idegenforgalmi főiskolát végeztem, és 1995 óta alkalmazottként dolgoztam a szállodaiparban és az idegenforgalomban, és 2006-ban alakult úgy az életem, egy körülbelül 2 évnyi párhuzamos vállalkozói és alkalmazotti léttel, napi körülbelül 16-20 óra munkával, volt olyan nap. 2006 végén alakult úgy az életem, hogy a magam útjára léptem, és már csak a saját feleségemmel közösen alapított vállalkozásunknak szenteltem az életemet. Először egy szállásüzemeltető oldalt létesítettünk, budapesti apartmanokkal, hotelekkel foglalkoztunk, majd elkezdtünk saját magunk is üzemeltetni. És megalapítottuk ezt az Opera Residence nevű apartman hotelt, és még egy apartman házban vannak apartmanjaink, tehát összesen 2-ben, tehát Budapesten üzemeltetünk 2 apartman hotel, tulajdonképpen ez a lényege a tevékenységünknek, elég jól prosperál, most már 7. éve tulajdonképpen, úgyhogy többek között ezért is engedhetem meg magamnak, hogy ingyen próbáljak hozzájárulni mások közvetlen környezetem, és tágabb környezetem épüléséhez. Kapcsolatom a tőzsdével elég régre nyúlik vissza, én 1976-ban születtem, tehát 1997-ben 21 éves voltam, most 37 vagyok, és egyik barátom unszolására a Budapesti Értéktőzsdére még akkor be nem vezetett részvényeket kezdtük el jegyezni. Voltak ilyen nyilvános kibocsátások, bankoknál lehetett mondjuk OTP bankban MOL részvényeket, OTP részvényeket jegyezni, és ezekről azt lehetett tudni, hogy ugye bevonták a kisbefektetőket is ezekbe a részvénykibocsátásokba, hogy ezek tulajdonképpen a 90-es évek közepén, elején a magyar tőzsde útja az 98-ig az szinte töretlenül fölfelé ment, tehát egy hegymenetben, tehát amit ott vettél, azzal hibázni nem tudtál. Pláne különösen nem a kibocsátás előtt álló, bocsánat, nem a kibocsátás, a bevezetés előtt álló részvényekkel. Ilyenek voltak akkoriban az OTP, a MOL, a BÁV, tehát bizományi áruházvállalat, és a MATAV, tehát a mostani ugye Telekom, akkoriban még MATAV részvények. Hát ugye az volt a történet, nagyon érdekes volt, hogy éjszakákat, ugye reggel nyitott, mondjuk azt mondták, hogy kedden reggeltől lehet a részvényeket jegyezni, akkor már hétfőn délben már odaálltunk a bankfiók elé, hogy foglaljuk a sort, hogy biztosan jusson, mert akkora volt az érdeklődés, mert mindenki tudta, hogy ez az üzlettel igazából csak nyerni lehet, hogy mindenki be akart vásárolni, akinek akkor pénze volt. És oda mentünk hálózsákkal, ott töltöttük az éjszakát, nagyon jó buli volt tényleg az egész, és sőt, hoztunk egyetemistákat, bérsorban állókat, akik megvették saját maguknak a részvényeket, persze mi adtuk nekik a pénzt, és utána azonnal aláírtunk egy átruházási nyilatkozatot, mert az volt, ilyen kártyaleosztással allokálták a részvényeket, tehát nem mehettem oda én egyedül, hogy én akkor kérek 1000 darabot, mert attól függően jutott részvény, hogy hányan szerettek volna jegyezni. Tehát volt, hogy csak egy ember mondjuk 100 darabot igényelhetett. Na erre kellett az, hogy akkor hozzunk be családtagokat, meg barátokat, akik nekünk sorba álltak, és utána lemondtak a javunkra. Szóval ez így működött, és utána a bevezetés, tőzsdei bevezetést követően általában már minimum 20-25%-kal magasabban forogtak ezek a részvények. Nagyon szép idők voltak. El is kezdtem utána a tőzsdén is kereskedni ezekkel a papírokkal. Majd ugye hát azt mondtam, hogy hú, részvények, hát most már ez túl egyszerű dolog nekem, túl kicsit lehet vele nyerni, kicsit mozognak, igazából nagyobb volt a kockázatérségem, gyerünk, akkor vágjunk valami nagyobb buliba, jobban hangzott, tőkeáttétes kereskedés. Hát igazából a Forex is ez, tőkeáttétes kereskedés, majd el fogom magyarázni, hogy mi ez. És igazából a BUX indexnek, ugye a Budapesti Értéktőzsdének az indexe, a BUX indexnek a származékos termékével, tehát az indexből származtatott határidős termékkel kezdtünk el kereskedni, a BUX Futures-szel, tehát a BUX határidős indexel. Hát igazából, ugye mivel ez egy tőke, tehát a valós tőkéd többszörösét tudtad, azt hiszem 50 vagy 100-szoros tőkeáttétet adtak, már nem emlékszem. A valós tőkéd sokszorosát tudtad megmozgatni, ez egy jó lehetőség, de egy nagy veszély is. Majd el fogom mondani, mert itt a Forex kereskedésben is hatalmas szerepe van ennek. Tehát ez egy kétélű fegyver, de mi akkor csak arra koncentráltunk, hogy mennyit nyerhetünk. Na, ezt azóta megtanultam, hogy ez rossz látásmód. Egy jó trader az mindig azt nézi, hogy mennyit veszíthet először, és utána mérlegeli csak azt, hogy mennyit nyerhet. Na, hát itt gyakorlatilag ez a 2 év kereskedés alatt a kezdő tőkémet meg 4-szereztem, majd 98 ugye jött ezzel a mindenható érzés, a nagy mellény, a könnyelműsködés, folyamatosan nagyobb pozíciókat vettem föl, folyamatosan nagyobb kockázatot vállaltam, majd jött a pofára esés, az első igazi krach. Hát nem igaz, hogy az első, meg 97 októberében is volt már az ázsiai pénzügyi válság, de abban szerencsére nem voltam benne, akkor éppen nem voltam nyitva semmivel, de amiben benne voltam, és az ázsiai válságnál is nagyobb volt, az a 98. augusztusi tőzsdekrach volt, gyakorlatilag őszre lefeleződött a tőzsdeindex. És azt, amit 2 év alatt ügyesen megkerestem, az gyakorlatilag 1 hét alatt a kockázatkezelés hiánya miatt, teljes hiánya miatt elvesztettem 1 hét alatt. Úgyhogy tanuljatok a hibámból. Nagyon könnyű. Tehát amit sok hosszú időn keresztül felépítesz, azt nagyon könnyű elveszíteni. Persze ilyenkor még fogalmunk sem volt, és szerintem az ott kereskedő embereknek és brokereknek sem 98-ban, hogy mi az, hogy stop loss. Stop. Tehát mi az a stop kezelés? Ugye a stop az az, ki fogunk rá térni, amivel gyakorlatilag limitálod a vesztességeidet. Be tudsz tenni egy stop megbízást, és azt tudod mondani, hogy eddig és ne tovább. Tehát ha ellenem megy a piac, akkor maximum ennyi lehet a vesztességem. Ezzel határozzuk meg egyébként a kockázatunkat. De ezt akkor még nem ismertük, meg is lett az eredménye. Tehát aki nem használ stoppot, az előbb-utóbb így jár. Vagy nem kezeli a kockázatát, inkább mondjuk úgy, az előbb-utóbb így jár, mint én. Akkor 98. augusztusában még utána egy picit erőlködtem, aztán teljesen abba hagytam, mivel elfogyott, lenulláztam magam tulajdonképpen, elfogyott a kereskedési tőkém, és 2011, igen, és akkor azt mondtam, hogy kész, akkor abba hagyom, de nagyon szerettem ezt a dolgot, nagyon tetszett a tőzsde világa, továbbra is olvasgattam könyveket, és megfogadtam, hogy egyszer még visszatérek. Nem tudtam, hogy mikor, nem volt rá fix időpontom, de úgy hozta a sors, hogy 2011 januárjában egy torrent oldalról valahogy idézőjelben a kezembe került, vagy a birtokomba került egy forexes package, és ennek az egyik eleme volt általam nagyon tisztelt és személyesen is ismert Várkuti Gézának a Forex Trading című könyve, amit páratoknak már ajánlottam. Tehát ott került igazából egy e-book formájában a kezembe, és ezt később én meg is vásároltam, és ajánlom, és erre kérek mindenkit, hogy akinek a kezébe ilyen módon kerül valakinek a munkája, amivel valaki ennyit dolgozott, mint mondjuk Géza ennek a könyvnek a megírásával, ha tetszett neki a könyv, csak ha tetszett, akkor díjazzák, vagy tiszteljék meg a könyv íróját azzal, hogy megvásárolják. Ezt azért bocsátom előre, mert rengeteg anyagom van, 30 gigabájtnyi Forex oktató anyagom van, könyvek, videók, hanganyagok, DVD-k, és ég bennem a vágy, hogy ezek olyan szuperek, és ég bennem a vágy, hogy ezeket megosszam veletek, és egy jó részét meg is fogom osztani veletek, de hogy is mondjam, nem szeretnék ezek ellen az emberek ellen menni, akik ezzel nagyon sokat foglalkoztak, ezeknek a könyveknek a lefordításával mondjuk. Úgyhogy majd én mindent meg fogok veletek osztani, de arra kérem, hogy belőle azért egy párat legalább majd vásároljatok meg így utólag, már csak azért is, mert jól mutat a könyvespolcokon, és nagyon szuper dolog, hogyha ismered a szerzőjét, egy könyvnek a szerzőjét személyesen, és esetleg vele dedikáltatni tudod a könyvet, szuper dolog. Úgyhogy ha valaki majd megveszi a Géza könyvét, akkor majd össze tudunk hozni esetleg egy író-olvasó találkozót Gézával, mert hamarosan jön Magyarországra, és akkor tudom nektek majd dedikáltatni a könyvet, illetve ti majd dedikáltatjátok. Jó? Na szóval én is a Várkuti Géza Forex Trading könyvvel kezdtem. Ugye az előbb aztán mondtam, hogy sok tanfolyam, és körülbelül két év demózás, demószámla, játékpénzzel, ugye stratégiagyakorlás, backtesztelés, tanfolyamokra járás, önfejlesztés, míg nem, 2012. augusztus 15-én elkezdtem éles számlán kereskedni. Igen, ez nem volt régen, ez 10 hónapja van, ami nem nagy idő. Sőt, a tőzsde világában egy forex traderré válás idejét tekintve ez kis idő. Napi 3 és 6 órát töltök körülbelül kereskedéssel, illetve tanulással. Azóta is folyamatosan képzem magam, nézem a webinárokat, olvasok nagy tréderekről, nagy tréderektől, próbálom a gondolkodásmódjukat átvenni. Mielőtt éles piacra mentem volna, 800 demókötést csináltam körülbelül, és most mióta 10 hónapja kereskedem, 1200 éles kötésen vagyok túl. Ez nem sok, hozzá kell tennem. Akik így profi módon sok pénzért oktatnak, ők ilyen kb. 5000 kötés körül járnak, de viszont 6-8-10 év tapasztalattal. Kb. 700 órányi éles kereskedés áll mögöttem. Na most én úgy tekintek magamra, és kérlek, hogy ti is így tekintsetek rám, tehát én nem, még csak véletlenül sem vagyok guru, vagy valami nagy pénztermelő robot igazából, hanem én úgy tekintek magamra, mint mondjuk egy öreg diák. Tehát úgy képzeljük el ezt a dolgot, és én ezt így szeretném kommunikálni, hogy én mondjuk vagyok egy negyedikes gimnazista, ti meg mondjuk elsős gimnazisták. Mindjárt Miklós, meg fogom nézni a kérdéseket, bocsánat. És válaszolni fogok. Tehát jó, én nem vérprofiként kell engem kezelni, nem tudok mindent a szakmáról, sőt, nagyon sok mindent nem tudok, de nagyon sok könyvet elolvastam, és igyekeztem képezni magam, és az önmagamról alkotott kép az egybevág azzal, hogy én most elkezdtem ezt a tanfolyamot, és belemertem vágni. Közben természetesen én is sokat fogok fejlődni, hála nektek. Remélem, hogy jól fogunk kijönni ebből a dologból. Most minden jel erre mutat, és én mindent el fogok követni ennek érdekében. Eredményeim. Ugye a másik hiányérzetem tanfolyamokon, meg akik hú de szuper stratégiákat adnak el nagyon sok pénzért. Nekem senki nem mutatott soha, egyik oktató sem, éles számlás, ez most egy demószámla, de mindjárt át fogok menni majd az éles számlás görbémre is. Tehát nekem senki nem mutatott soha. Nagyon sok okos emberrel találkoztam, akik nagyon sok jó ötletet mondtak, nagyon osztották a kezdőket, nagyon keményen odamondogatnak, fórumokon is, de igazából senki nem meri kitenni az éles számlás kivonatát, senki nem meri megmondani, hogy mennyit is keresett eddig a tőzsdén. Nagyon nagy a titkolózás. 95% az esély, hogy semennyit, mert ugye, mint mondtam, különböző felmérés, tehát ebben egyetértenek általában az emberek, hogy 95% veszít a tőzsdén, 5% nyer. Na most ez egy demószámla teljesítmény, azt hozzá kell tennem, hogy nem számít. Tehát valami nagyon keveset számít az, hogy valaki demószámlán mit tud elérni, mert aztán az élet, a valós helyzet, az teljesen más lesz ott. A pszichológia teljesen más, hogy működik. Majd erről fogunk külön beszélni még. De azért valamit mégis jelent, hogy mit tud maga a stratégia. Ez egy kézikereskedéses stratégia. Nekem az volt a feltételrendszerem magammal szemben, hogy akkor engedem magam éles számlán kereskedni, amikor megdupláztam először egy demószámlát, és hogy biztos legyek benne, hogy nem csak szerencsém volt, azt még egyszer megdupláztam, tehát meg négyszereztem. Na, ez 2012 nyarára, tehát tavaly egy kicsit több mint egy évvel ezelőttre sikerült is. Itt egy $5000-os demószámlát nyitottam, kezdtem egy picike visszaeséssel, ezt hívják drawdownnak, visszaesést hívják drawdownnak, és utána szépen egy fokozatosan felfelé ívelő profit görbén van. 180 kereskedésből tudtam 2 hónap alatt körülbelül megnégyszerezni a számlát. Oké, ez nem jelent semmit demószámla, ne higgyetek annak, aki demószámla kimutatásokkal akarja bizonyítani, hogy ő mit tud, mert nem az számít, jó? Na, úgyhogy a demószámlákat felejtsük is. Ez egy mostani éles számlás kimutatásom. Jelen pillanatban én még kis számlán kereskedem. Egész egyszerűen azért, tehát ilyen 500, 1000, 1500 euró, tehát ez euró, nem dollár méretű számlákon kereskedem azért, és akkor a profitot meg hazautalom, tehát megduplázom, hazautalom. Vagy lenullázom. Ilyen is volt, és nem egyszer. Mind a kettő többször előfordult, már duplázás is, meg nullázás is. Azért, mert én nem akarok vetíteni, tehát én azt akarom, hogy egy reális kép alakuljon ki bennetek rólam is, meg erről az egész szakmáról is. Jó? Tehát én nem fogok hazudni senkinek nem létező sikerekről, meg most itt lehet ilyen profit görbéket rajzolni, meg számlakimutatásokat, nem fogok, nincs értelme igazából. Tehát a hitelesség szerintem nem ezen, vagy nem csak ezen múlik. Jó, tehát ezen lehet látni, mondjuk ezen a számlán én ezt 500 euróval indítottam 2 hónappal ezelőtt, kicsivel kevesebb, mint 2 hónappal ezelőtt. Az nincs most benne, hogy volt egy visszaesés, tehát itt indítottam, volt egy visszaesés, legyalultam körülbelül egy 200, nem, ez nem jó ez a görbe, mindegy, tehát 250 euróig legyalultam, és utána onnan szépen elkezdtem építeni. Itt volt még egy visszaesés, 250 euróig. Oh, nem, bocsánat, ez itt egy nullázás volt, és ez egy számla feltöltés, igen. Tehát itt feltöltöttem 500 euróval, és utána szépen, ott volt még egy visszaesésem 250 euróig, és onnan 1420 euróig, tehát gyakorlatilag majdnem 5-szörözve lett a számla 2 hónap alatt, különösebb visszaesés nélkül. Oké, ez se jelent semmit. Ez csak 2 hónap, tehát ne higgyetek annak se, és most nekem se, aki azt mondja, aki bemutat nektek egy 2 hónapos számlak. Ezt most csak azért mutatom, azért mondom nektek, hogy mik szoktak előfordulni, mit érdemes elhinni, mit nem. Tehát ez nem számít, mind nem számít, amit én most mutatok. Tehát az, hogyha valaki megmutatja, hogy kis számlán 2 hónap alatt mit csinál, nem olyan sok mindent jelent. Aki 6 hónapnál, vagy 10, vagy 12 hónapnál rövidebb futamidejű éles számlát mutat, azt ne vegyétek semmibe, de azt engedjétek el a fületek mellett. Tehát ha valaki mondjuk 6 vagy 12 hónapon keresztül már nullában vagy nyerőben tudja tartani a számláját, arra azt mondom, hogy az már tud valamit. Szoktátok kérdezni, hogy na, én hogy állok a forex kereskedéssel, mennyit kerestem én ezzel. Most is őszinte leszek, kerekperec megmondom, nullán állok. Tehát ezt tényleg mondom, nullán állok. Sokan valószínűleg nem ezt a választ vártátok, de nem fogjátok ezt így hallani senkitől. Azt se fogják megmondani nektek, hogy mínuszban vagyok, valószínűleg majd így sejtetni fogják, hogy hát még, tehát vetítések vannak. Ezt így senkitől nem hallottam még, hogy kimondta volna. De én erre büszke vagyok. Tehát arra, hogy nullán állok körülbelül, tehát az összvesztességem és az össznyereségem az körülbelül zérón van, én erre nagyon büszke vagyok, és aki ezt el tudja érni, azt szokták mondani, aki fél év vagy egy év után még nullában tudja tartani az első éles számlás kereskedés évében, nullán tudja tartani a számláját legalább, az már jó dolog. Az már nagyon jó dolog. Azért kereskedem ilyen kis számlán, egyrészt mert én gyors grafikonon kereskedem, kis idősíkon, tehát 1 perces grafikonon, majd meg fogjuk beszélni, hogy az micsoda. Hogy gyorsak a történések, tehát ott elég kis számlán kell elkezdeni a kereskedést, de hozzáteszem, hogy nagy idősíkon is. És először váljon az ember stabillá, mentálisan és technikailag egy kis éles számlán, és utána lehet még hozzá kiutalni pénzt. Ennek most nem azért a többszörösét ki tudnám utalni, de nem lenne értelme, tehát nem azért jövök a piacra, hogy bukjak, hanem azért, hogy tanuljak és pénzt keressek. Jó, úgyhogy én most körülbelül így állok, büszke vagyok rá, és megvan a jövőképem, megvan az önbizalmam a stratégiámban, mert többször bizonyított már, ha nem követek el mentális hibákat, amiket elkövettem mondjuk 2 hónappal ezelőtt egy számlanullázásnál, kapzsiság, akármi, ilyesmi, akkor ez a stratégia, amivel én kereskedem, ez nagyon jól teljesít, és többször dupláztam már számlát vele, vagy 4-szereztem számlát vele. Jó? Nem az a célom, mondtam már többeteknek, hogy megtanítsam az én stratégiámat nektek, vagy átverjem, rátok erőltessem, sőt annyira nem ez a célom, hogy alig fogok majd róla beszélni. Azért sem, mert kezdőket, vagy akik ismerkednek a szakmával, még csak véletlenül se szeretnék 1 perces idősíkra terelni, mert az az egyik legnehezebb. Tehát az olyan, mintha valaki, szokták mondani, mint hogyha elkezd vezetni, és egyből Forma 1-be akarna menni. Az 1 perces nagyon gyors, ahhoz teljesen más mentális erő kell, teljesen más pszichó, mint mondjuk egy napi grafikonhoz, amin egyébként majd mi elkezdünk kereskedni már demóban is. Jó, úgyhogy az én stratégiámról körülbelül a 2. hónap végén fog szó esni. Vagy lehet, hogy még később. Nos. Jó, elmondtam, tehát körülbelül így állok most. Az utolsó 2 hónapban volt 237 kötésem, számla 3-szorozás, igen, a kiinduló ponthoz mérve, a legalacsonyabb pontjához mérve 5-szörözés, mindegy. De ez kb. 66% találati aránnyal értem el, aminek semmi jelentősége. Jó, tehát most mondom, a találati arányt felejtsétek el. Nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Nulláztam már számlát 75-80%-os találati aránnyal. De lehet számlát nullázni, gyerekek, 99%-os találati aránnyal. Elég, ha az az egy kötés elvisz mindenedet. Jó, tehát a találati arányt azt most felejtsétek el, én javaslom, hogy ne arra menjetek. Ismerek nagyon profi trédert, aki azt mondja, hogy neki 33%-os találati aránya van, és nyer vele. Ismerek olyan trédert, aki azt mondja, hogy neki 42%-os találati aránya van, és nyer vele. Itt a találati arány az csak egy olyan dolog, ami az egót építi, az egót legyezgeti. Na erre lesz nekünk majd nagyon nagy szükségünk, hogy az egót leépítsük. Jó, tehát ezért nagyon nehéz a tőzsde, mert itt az egót azt teljesen el kell felejteni. Nem lehet a piaccal szemben igazunk. Mondtam. Jó, tehát pont nullában vagyok. kereskedési stílusom, tehát egy perces grafikonon kereskedem, amit nevezünk scalpnak, de én inkább, illetve sokan az M1-et, tehát az M az a minit, tehát M1 az az egy perc, ugye angol rövidítés szerint, sokan az egy perces kereskedést a scalppal azonosítják. Mi a scalp? A scalp, amikor egy nagyon rövid mozgást, egy nagyon kis árfolyam mozgást leskalpolsz, és gyakorlatilag azt teszed zsebre, tehát egy 1-2-3-4 pontos mozgásra mész rá, és egy percen belül gyorsan ott vagy, és már ki is ugrasz, és elzsákoltad azt a picike kis nyerőt, és ezt megcsinálod egy nap nagyon sokszor. Ez a scalp, vagy ami ennek még egy durvább válfaja, high frequency trading, de azt általában számítógépek végzik. Tehát én inkább azt mondanám, hogy én daytrader vagyok, agresszív daytrader. Az agresszív az most nem azt jelenti, hogy én bárkit is bántok, vagy vicsorognék, vagy verekednék, hanem az agresszív az azt jelenti, hogy gyors, hogy nagyon-nagyon kis részét veszi ki a piac mozgásának. Jó, de van, tehát én nem ritkán zárok egy percen belül, tehát a nyitás és a zárásom között ritkán telik el egy percnél kevesebb idő, úgyhogy azért mondom, hogy nem vagyok teljesen scalper, de egy agresszív, de nem is hagyom sokáig, tehát egy óránál tovább se hagyom nagyon nyitva a pozícióimat. Napi 8-12-t kötök, és általában napi 2-4 órát töltök kereskedéssel. Ez fontos lesz majd, ugye sokan majd, amikor a következő órán a motivációkat, a miérteket és a célokat fogjuk górcső alá venni, akkor ugye nagyon sokan írtátok, hogy amikor kérdeztem, hogy mi a motivációd, miért szeretnél tőzsdével foglalkozni, ugye nagyon sokan az anyagi függetlenség, mint cél mellett a szabadság elérését, kivívását jelöltétek meg. Nagyon jó, én is ezt gondolom, és én is ezt tartom célomnak, de vigyázzatok rá, hogy ez mindig lebegjen a szemetek előtt, hogy ha nagyon kezdő hiba ez is, tehát a kezdők hibája, és én is nagyon sokáig ebben voltam, hogy volt, hogy 8-10 órát eltöltöttem a monitor előtt. A szabadság az nem szabadság, hogy oda szögezzük magunkat a monitor elé. Majd ha oda jutunk, hogy mindenki össze fog tudni magának rakni egy olyan stratégiát, egy olyan kereskedési stílust, ami a saját egyéniségéhez és időbeosztásához illeszkedik, akkor figyeljetek majd arra, hogy ez a stratégia, vagy amit ti csináltok majd a tőzsdén, az meg is adja nektek a szabadságot. Mert ha csak az anyagi függetlenséget adja meg, de nincs szabadságod, mert ott ülsz a gép előtt napi 8-10 órát, vagy még többet, meg van olyan, aki laptoppal alszik, és éjszaka föl kell, és felhúzza az órát, és az ágya mellett alatt ott van a laptop, az szerintem nem egészséges. Tehát abban mentálisan tönkre fogsz menni. Én ezért igyekszem napi 2, maximum 4 órára szorítani a kereskedést. De van olyan nap, amikor nem is kereskedem. Milyen deviza párokat trédelsz elsősorban, kérdezi Benji. Egy picit ezt ide rakom, jó, és akkor látni fogom. Csak és kizárólag euró-dollárral kereskedem. Igen, köszönöm szépen, nagyon jó a kérdés. Így van. Tehát csak és kizárólag euró-dollárral kereskedem, azért, mert ez a leglikvidebb devizapár, ezért mivel likvid, ugye sokan fektetnek bele pénzt, ezért viszonylag talán ez a legkevésbé, tehát ennek a legnagyobb a forgalma, és talán ez a legkevésbé manipulálható. Oké, megrángatják ezt is, mint mindent. Tehát van az a pénz. Oké, tehát euró-USD-vel kereskedem, de ezt majd... És én csak azért egy devizapárral, ugye vannak, vannak olyan tréderek, akik a monitorjukra az összes devizapárt fölpakolják, vagy a csártyukra, és néznek egyszerre 20 devizapárt is. Lehet, de M1-en az olyan gyors az a csárt, az M1, hogy igazából és olyan sok kereskedési lehetőséget ad napon belül, hogy bőven elég nekem azt nézni. Nem még egyszerre, még mellette 3-4 párt. A másik pedig az, hogy az EURUSD, azt szokták mondani, hogy az igazából a Forex piacnak az indexe tulajdonképpen, tehát a fő iránymutatója, ez a majorok majora, tehát a major az azt jelenti, hogy fő, majd el fogom mondani, vannak úgynevezett majorok, tehát a fő devizapárok, de igazából amiben szerepel USD és amiben szerepel euró, azoknak a mozgása hát elég erősen korrelál, azaz együtt mozog ezzel a devizapárral, az euró-dollárral. Én legalábbis ezt vettem észre, legalábbis M1-en, hogy ezért elég nekem egy devizapárt nézni. Jó, de ezt mindenki majd maga dönti el. Van, aki más devizapáron skalpol például. Van, aki az euró-japánt jobban szereti, mert gyorsabb, nagyobbak a mozgások rajta. Van, aki kisebb mozgású devizapárt szeret. Majd ki fogunk térni a karakterisztikájukra. Jó, volt még kérdés, azt hiszem. Miki kérdezi, hogy daytrade vagy swing, van különbség számokban? Miki, hogy érted ezt? Hogy érted, hogy van különbség számokban? A daytrade az a napon belüli kereskedés. A daytraderek általában napon belül zárják a pozíciójukat. Azért daytrade a neve. A swing az igazából, és a daytrade-nek az idősíkja az általában az 1 percestől maximum az 1 órásig, de inkább a 15 perces. Tehát az 1 perces, 5 perces, 15 perces idősík, azt szokták a daytraderek használni, és a fölöttes idősíkokat meg a fölöttes trend meghatározására. A swing, a swing trade, amikor a nagyobb árfolyam mozgásokat próbálod. A swing ez a ringatózás angolul, azt jelenti. Tehát amikor a nagyobb ringatózásokat, a nagyobb ingázásokat próbálják a swing traderek meglovagolni, ők általában egy órás csárton vagy 4 órás csárton kereskednek, és ők nagyon gyakran az esetek nagy részében napon túl is nyitva hagyják a pozíciójukat. Van, hogy 2, 3, 4, 5, 6 napig. Jó, ez a különbség. Nem értem, hogy még mit szerettél volna kérdezni azzal, hogy van különbség számokban? Jó, oké, akkor megválaszoltam, szuper. Jó, na akkor a következő dia. Miért választottam én a profi traderré válás célomul? Az én világomban számomra mik a trading szakma előnyei? És ezzel szeretnék most nektek egy kis kedvet csinálni hozzá, akinek még esetleg nem jött meg a kedve. Na, mik lehetnek ezek az előnyök? Számomra, ugye ami szabadságot ad, hogy bármikor, bárhol, internet és laptop segítségével, vagy okostelefon, vagy tabletgép segítségével, de lényeg internet, tudtok vele pénzt keresni. Ha már kifejlődött a trader énetek és a stratégiátok, elég munkát és gyakorlást beletettetek. Tehát elvileg, ha már trader vagy, akkor bármikor, bárhol a világon tudsz ezzel pénzt keresni, nem vagy helyhez kötve. Jó, tudsz utazás közben, el tudsz menni világkörüli jachtútra, akárhogy világkörüli utadon tudsz ezzel foglalkozni, nem vagy helyhez és időhöz kötve. A Forex piac 24 órán keresztül nyitva van, tudsz éjszaka kereskedni napközben, persze azért vannak napon belül időszakok, amiket érdemes kerülni, vagy nincs mozgás, de erre majd ki fogunk térni. De elvileg maradjunk abban, hogy 24 órás piac, szombat-vasárnap van zárva egyedül. A hét 5 napján 24 órában nyitva van. Ugye én ezeket úgy nézem, mint vállalkozó, tehát én úgy állítottam fel magamnak ezeket az előnyöket, mint vállalkozó. Tehát én, mint vállalkozó, ugye gyakran megküzdök a konkurenciával, és gyakran megküzdök az ügyfelekkel, vagy az ügyfelekért. Veszítünk ügyfeleket, másik nap nyerünk új ügyfeleket, az ügyfelek gyakran hálásak, gyakran elégedettek, gyakran boldogok, az esetek 85%-ában, azt mondom, viszont van sok boldogtalan ember, aki eljön ide hozzánk. Ugye mondtam, hogy apartman hotel üzemeltetésével foglalkozunk, tehát sajnos vannak azért elégedetlen vendégek is, vannak kellemetlenkedő vendégek, akik megpróbálnak nekünk betenni, és mondva csinált állindokokkal esetleg pénzt visszakérni, vagy rombolni a hírnevünket, őket is tudni kell kezelni, ez néha nekem nagy szívfájdalom és nagy szomorúság, de hála Istennek több pozitív impulzust kapunk, és több a boldog ügyfél, mint a nem boldog, de ezt a problémát is kezelni kell, és néha ez elég fárasztó dolog, meg kell, hogy mondjam, aki ügyfélkapcsolatokkal, vagy emberek közvetlen kiszolgálásával foglalkozik. Tehát itt nincs konkurencia, és nincsenek ügyfelek, csak én meg a csárt, ennyi, mi vagyunk ketten. Csak a saját döntésemen múlik minden. Én nyomom a gombot, senki másra nem mutogathatok. Nem mutogathatok a versenytársaimra és az ügyfeleim jó indulatára vagy rossz indulatára. Ugye én, mint vállalkozó, hát szembe kell néznem olyan dolgokkal is, hogy ugye vannak hatóságok. Ezt írtam, hogy akik rád vadásznak. Hát igen, néha úgy érzi egy magyar kisvállalkozó, hogy vadásznak rá, őt akarják a hatóságok. Nekem múltkor összeszámoltam, 6 hatóság kényekedvét kell gyakorlatilag kiszolgálnom, 6 hatóság ellenőriz minket. Ez azért okoz néha némi, hogy is mondjam, gyomorideget a vállalkozóknak. Na most, ha Forexen kereskedsz, vagy tőzsdével kereskedsz, nincsenek hatóságok. Tehát ott igazából láthatatlan vagy, szintelen, szaktalan vagy, egyedül mondjuk az adóhatóság van, de arra biztatok mindenkit, hogy most főleg, hogy azért a tőzsdén keresett pénzt 16%-kal le lehet adózni, azt nem érdemes elmismásolni. Tehát ha 16%-kal valamit tisztára lehet mosni, akkor azt gondolom, hogy azt érdemes. Jó, tehát nekem ez még jó dolog, hogy nincsenek hatóságok, akik figyelnek. Kereskedési lehetőségeit függetlenek a konjunktúrától és dekonjunktúrától. A konjunktúra az a gazdasági föllendülés. A dekonjunktúra a gazdasági visszaesés, azaz a válságok. Hát ugye most is mászunk ki, éppen mászik ki a világ egy válságból, vagy még benne van, nem tudjuk. Ugye ami 2008 óta tart, 2008-ban, 2009-ben a tőzsdék nagyon betegeskedtek, nagy zuhanások voltak, de a zuhanásokban, tehát ezekben a gazdasági depresszióban és a gazdasági visszaesésben idézőjelben a jó hír a tréderek számára, hogy a kétirányú pozíciónyitási lehetőségek miatt tudunk az esésekből is profitálni. Tehát eladhatunk úgy egy instrumentumot, egy eszközt, amivel kereskedünk, hogy nincs a birtokunkban, mert a broker adja kölcsön nekünk. Tehát én nyithatok egyből egy eladással úgy, hogy még nincs a birtokomban az az eszköz. Ezért, ha én úgy látom, hogy szakad a piac és esünk, akkor én eladni fogok. És hát szomorú dolog, mert sajnos egy válságbannak sokkal több vesztese van, és az emberek általában államok és kormányok vesztesei a válságoknak, de ezt szeretik, nem szeretik, de ez van, hogy a tréderek lehetnek nyertesei is a válságoknak. Persze figyelnünk kell arra, és ezt mindig hangoztatni fogom, és én is ennek szellemében vagyok most veletek, hogy azt a pénzt, amit így megkeresünk, azt azért egy részét próbáljuk olyan célokra fordítani, amivel a világot azért valamilyen szinten jobbá tesszük, az embertársainkat segítjük, és a környezetünket valamilyen szinten segítjük és jobbá tesszük. Ezt akartam is mondani, hogy azért a közmegítélésben a trader, a kereskedő, a spekuláns az sajnos egy elég pejoratív fogalom, egy elég negatív fogalom. Ugye a spekulánst azzal azonosítják, aki tönkretesz nemzetgazdaságokat, az emberek nyomorát okozzák, pont ugye az eladásaikkal, akik árakat ráborítanak a piacokra. Ugyanakkor ők azok, akik a likviditást biztosítják a piacoknak, azt, hogy van forgalom, tehát ugyanúgy, ahogy okozhatják a spekulánsok, vagy a kockázati tőke, okozhatja egy deviza, egy nemzeti deviza gyengülését, egy másik hónapban vagy egy másik időszakban meg ugyanúgy okozhatják a konjunktúrát és a deviza erősödését. Tehát ez oda-vissza működik, ez kétélű fegyver, és azért javaslom mindenkinek, hogyha már kitűztétek célotokul, hogy ti kereskedők szeretnétek lenni, vagy már esetleg azok vagytok, tőzsdei kereskedők, ne mondogassátok ezt másnak, ne mondjátok, fölösleges, hogy emiatt titeket esetleg negatív megítélés érjen, vagy negatív kritika. Nem tudják, miről van szó. Nem tudják, hogy az itt megszerzett pénzt azt jó dolgokra is lehet használni, és úgy, ahogy esetleg, amit elmondtam, néha árt a spekuláns egy cégnek, vagy egy nemzetnek, ugyanakkor meg egy másik időpillanatban meg kedvez neki, és a profitabilissá teszi az országot esetleg. De nem mondjátok, mert sokat tévhit a tőzsdével kapcsolatban. Ugye a tőzsdé is olyan, mint a foci meg a politika, hogy mindenki ért hozzá, de nagyon kevesen sikeresek benne, tehát nem kell, tehát olyan emberekkel nem kell erről beszélgetni, akikről tudod, hogy nem értenek hozzá. Ne újságoljátok másnak, hogy ti ezzel foglalkoztok, mert le akarnak majd róla beszélni. De ha nektek ez a célotok, akkor ne hagyjátok, hogy erről bárki is eltérítsen, vagy lebeszéljen róla, hanem keressetek olyan társaságokat és olyan közösségeket, mint például ez a miénk, vagy majd a Traders Night, vagy akármilyen közösség, akikkel egy cél felé haladtok, és akikkel lehet ezekről a dolgokról beszélni. Jó? Közben volt egy kérdés, bocsánat, ezt gyorsan elolvasom. Bálint kérdezi, hogy ha már az adózást említetted, felmerül a kérdés. Kezdek 500 euróval, mint te. Buksz a pénzedből, de felhozod 1000 euróig x idő alatt, akkor lényegében 500 euróról kell adózni, vagy ilyenkor a mínuszokat el lehet könyvelni. Csak mert erről nem nagyon találtam információt. Igen, ezt, ha jól tudom, 2011. decemberéig nem lehetett összevezetni, képzeljétek el, a mínuszokat a pluszokkal. Tehát, hogyha te először nyitottál egy számlát 1000 euróval, és felhoztad 2000 euróig, akkor neked 1000 euró után adót kellett fizetned, akkor is, hogyha a következő hónapban lenulláztad a számládat, és gyakorlatilag 1000 eurós veszteséged volt. De ez most már egy jó dolog, így van, mindig a nyereségből adózunk, tehát össze van, megnézik az éves eredményedet, és hogyha a hazautalásaid, és csak a hazautalások számítanak, ha a hazautalásaid a számládról meghaladják a kiutalásaidat, azután adózol, az a nyereséged. Azt kérdezi Bálint, hogy mindig a nyereségből adózunk, vagy ha nullázol egy számlát, akkor az a jövőre előny lesz. Hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy előny, de a friss adó jogszabályoknak majd utána fogunk nézni, jó? És akkor nem akarok nektek hülyeséget mondani, de utána fogok ennek nézni, felírom az adózást, de azt gondolom, hogy ez még messze van, jó? Tehát az, hogy mi ebből adózzunk, az én azt gondolom, hogy minimum még 1-2 év, hogy ennek az adó vonzataival kelljen foglalkoznunk. Bárcsak ott tartanánk már, hogy adót fizethetnénk belőle. Jó, relatív kis összeggel elkezdhető, tehát ez is egy vállalkozás. Emlékezzetek a nyitó dián lévő Jim Rohn idézetre, hogy olyan nagyra fog nőni a vállalkozásod, amilyen nagyra és hatalmasra fejleszted az egyéniségedet. Ez is egy vállalkozás, tehát a forex kereskedésre úgy kell tekinteni, mint egy vállalkozásra. Nem szerencsejáték, nem játszunk, ez egy vállalkozás. Jó, ezt fel kell építeni, kell, hogy legyen üzleti terved, kell, hogy legyenek céljaid. Ezekről fogunk beszélni a következő előadásokon. Ugye nincs főnököd, ez egy nagyon jó dolog pár embernek, ugye, akik el szeretnének függetlenedni. Tehát itt páratlan személyiségfejlődés, amiről már az előbb beszéltem, tehát a tőzsde az az egyik legjobb tanító. Ott az egy olyan görbetükröt nyújt nekünk, olyan szinten pofánver, hogyha nagyképűsködni merünk, vagy könnyelműsködni merünk, hogy egy idő után biztos, hogy fegyelmezett, alázatos és tisztelettudó emberekké válunk, hogyha ezzel a szakmával komolyan foglalkozunk. Ez is még egy hozadéka. Tehát ha valaki nem is fog igazából élesben kereskedni, akkor is azért lesznek olyan személyiségfejlődési hozadékai a dolognak, ami miatt érdemes végigcsinálni, akár ezt a tanfolyamot is, vagy érdemes egy pár, nem tanfolyam, bocsánat, programot végigcsinálni, mert profitálni fog belőle, vagy könyveket elolvasni. Jó, egy pár tény akkor a forex piacról. Most, amit ez a mai előadás, itt most pár dologgal már előre haladunk, és ezekre majd a későbbiekben vissza fogunk térni. Most csak azt szeretném, hogy hogy tisztában legyünk az alapokkal, és azért legyen egy átfogó képünk erről az egészről, hogy működik, mi kell hozzá, stb. Jó? Tehát a forex, aki nem tudta volna, az az angol foreign exchange, azaz a devizák átváltását jelenti, és gyakorlatilag a bankközi devizapiacra utal. Tehát a bankok egymás közti kereskedésére, aminek lehetünk mi, kisbefektetők is egy pár éve a részesei, vagy nem. Mert majd el fogom mondani, hogy sokan azt hiszik, hogy ők a bankközi devizapiacon kereskednek, de valójában azért tudjuk azt, hogy mi a brokerrel kereskedünk. Jó, tehát ezt majd azért tisztázzuk, de ez nem kell, hogy befolyásoljon vagy zavarjon bárkit is. Jó, a broker cégeknél majd rá fogunk erre térni. Tehát a Forex, elmondtam, hogy a Forex piacon 5000 milliárd dollár cserél egy nap gazdát. Most nem tudom a Budapesti Értéktőzsdén mennyi lehet a napi forgalom, körülbelül nem is tudom, 30 milliárd forint, bocsánat, 30 milliárd forint, itt pedig 5000 milliárd dollár. Jó, tehát hogy így értsük, itt vannak akkor az USA GDP adatok, a magyar éves GDP-nek körülbelül a 35-szöröse fordul meg egy nap alatt. Jó, az USA éves GDP-je 3 nap alatt fordul meg a Forex piacon. A 7-5 napján 24 órán keresztül nyitva van, tehát ez előnye a részvénypiacsal szemben, hogy míg a részvénypiacok mondjuk Európában 8-tól 4-ig vannak nyitva, vagy talán nem is tudom, talán lehet, hogy Frankfurt 5 óráig, nem, azt hiszem 4 óráig, mindegy, 8 és 4 között maradjunk abban. Á, szuper Péter, de aranyos vagy. Na látjátok, ezért jó, ez is egy kis, ez igazi sikerközösség, mert segíteni tudjuk egymást. Péter írja, hogy könyvelőirodában dolgozik, ha ott tartunk, beszélek róla szívesen. Szuper, köszönjük szépen Péter. Tehát visszatérve a piacokra, ugye a részvénypiacok és a Forex piac összehasonlítására, a részvénypiacok éjszakára bezárnak, a Forex piac nem. Ennek lehetnek előnyei és hátrányai, de ha valami éjszaka történik, vagy nyitás előtt, például a szeptember 11-i terrorcselekmények, azok a New York-i tőzsde nyitása előtt történtek, ha jól emlékszem, akkor 9 óra előtt New York-i idő szerint. Tehát még nem nyitott ki a tőzsde, hát azért eléggé nagy bajban volt a nyitásra az, aki long pozícióban csücsült, tehát vételi pozíciókban ült. Tehát a Forex piacon ezeket gyorsan lehet zárni, gyorsan lehet reagálni, ha valami akár éjszaka is történik. A részvénypiacon erre nincs lehetőség, mert ezért vannak a gapek, valaki már kérdezte, megint ezzel kicsit előre haladunk, de mindenről fogunk még részletesen beszélni. Tehát a gap, az ugye angolul ugye a metróban is, tehát ez a rés, igen, a rés a gap, vagy ilyen űr. Tehát amikor a nyitó, az előző napi záróár és a következő napi nyitóár között egy rés van, egy űr. Na most itt azért előfordulhat, hogy elég komoly rések vannak, és ez egyeseknek nagyon komoly vesztességeket okozhatnak. A Forexen is vannak gapek, de csak és kizárólag egyszer a héten általában a vasárnapi, a pénteki záróár és a vasárnap esti, ugye általában a Forex piac helyi idő szerint péntek este 11-kor bezár, szombaton zárva van, vasárnap egész nap zárva van, és vasárnap 11-kor, legalábbis az én brokeremnél vasárnap 11-kor nyit ki újra. És itt lehet mondjuk még egy gap, a péntek esti záró és a vasárnapi nyitóár között lehet egy rés, de ezek általában, hát mondanám, hogy elhanyagolhatók, de láttunk már 200 pontos rést, ami akár számlát is tud nullázni. Mert ilyenkor az a baj, hogy a stop loss megbízások hiába teszed be egy adott árszintre, ha azt átugorja a piac, tehát gap van, azaz rés, ott nem történik üzletkötés, nem tudják lezárni a pozíciódat. A következő árszinten tudják lezárni, ami lehet, hogy már 200 ponttal lejjebb van, és ugrott a számlád. Ezért sokan nem szeretik hétvégére a Forex piacon pénteken nyitva hagyni a pozíciót, péntek délután. Tehát nagyon sokan szoktak zárni péntek délután, pont a gapek miatt. Most a részvénypiacon ezt minden nap meg kell élni, a gapeket. Minden nap. Tehát ott minden nap általában vannak rések, majd fogok mutatni részvény árfolyamokat, hogy ott lássátok. Jó, tehát itt az az előny, hogy tehát amikor kérdezzük, hogy miért Forex, azért mert ez 24 órában nyitva van, viszonylag mentes a gapektől, leszámítva a hétvégi gapeket. A résztvevők 95%-a nyer, a veszít, és az 5% nyer. Ezt jegyezzétek meg, és gondolkodjatok el azon, hogy vajon mit kell tennünk ahhoz, hogy mi ebbe a nyereséges 5%-ba kerüljünk. hogy lehet-e ezt így félváról venni, vagy csak így csinálgatni hobbiból? Szerintetek, aki hobbiból csinálja, az bele tud-e kerülni ebbe az 5%-ba? Jó, ezen gondolkodjatok el. A kereskedési siker 500, van, aki 80-20-as szabályt mond, szerintem a Parétó elvként elhíresült 80-20-as szabály, amit annak idején Parétó fölállított, az szerintem a napjainkra már eltolódott 95-5-re, majd erre még visszatérek. Nagyon egyre több helyről azt hallom, egyre több embernek az a véleménye, hogy a kereskedési siker csupán 5% a technika, tehát múlik a stratégiádon, vagy a technikai elemzésen, és 95% a pszichológia és mentális felkészültség, tehát függ az embertől magától. Nagyon sokan hajkurásszák a Szent Grált, a szuper stratégiát, de igazából, és akarják, hogy adjunk át, vagy szerezzenek meg, vásároljanak meg egy olyan rendszert, ami már bizonyított, és valakinek a kezében pénztermelő gépezet. Lesz ilyen, van ilyen rendszer, nagyon sok ilyen rendszer van, de az a tapasztalatom, hogy ami nekem pénzt termel, az másnak hülyeség és nem fog működni, és fordítva, amivel más pénzt keres, azzal én nem tudok pénzt keresni. Jó, tehát mindenkinek a személyiségéhez mérten, tehát saját maga lesz a Szent Grál, mindenki. Pár dolgot összeírtam, ugye vannak, akik az elején csodavárással is foglalkoznak, és keresnek megváltókat, keresnek olyan lehetőségeket, azt gondolják, hogy hát nekik ezt nem kell megtanulni, mert vannak olyan lehetőségek, amik pénzt fognak keresni nekik, és helyettük majd valaki más ezt csinálni fogja, és vannak is emberek, akik ezt hirdetik, és vállalkoznak erre, hogy ők majd ezt csinálják helyettünk. Nézzük meg, hogy mik ezek a lehetőségek, és hogy vajon akarunk-e ezekkel élni. Vannak szignálszolgáltatók, páran már találkoztatok vele. Itt ez úgy működik, hogy van egy saját éles számlád, és kaptok szignálokat, kereskedési szignálokat, belépési, kilépési pontokat, és esetleg még meg is mondják, hogy hova tedd a stoppodat, és hova tedd a take profit szintedet. Tehát mindent megmondanak, csak nem kötik meg helyetted az üzletet. Tehát a gombot te fogod megnyomni, és a megbízást te fogod betenni, a paramétereket te fogod beállítani, de ők minden segítséget megadnak. Ez jöhet e-mailben, jöhet SMS-ben, szolgáltató válogatja, megmondják neked, hogy hol kell kiszállni, ha közben változik a véleményük. Tesztelgettem párszor ilyen szignálszolgáltatókat, igazából nem voltam tőlük elájulva. És nagyon fontos, hogy itt kiadod a kezedből a döntést. Tehát nem tudom. Ki lehet próbálni, próbáljátok ki demószámlán, tele van velük az internet, van amelyik havidíjas, van amelyik, mit tudom én, sikerdíjas, nem is tudom, de a forex kereskedés szerintem azzal kezdődik, hogy vállalj korlátlan felelősséget magadért, a döntéseidért és az életedért. Abban nálam nem fér bele, hogy kiadjam a döntés jogát a számlám fölött. Volt, amikor belefért, majd mutatom, hogy egy más metódussal, vesztettem is vele pénzt, nem teszem többet. Vannak robotok. Ugye robotok is a csodavárás egyik eszközei, ezekkel is tele van az internet, és figyeljetek megint csak a reklámokra, tehát ugye most már reklámok nem csak a tévéből jönnek, sőt forex hirdetések, főleg nem is a tévéből jönnek, hanem az internet van vele tele. Hirdetnek stratégiákat, robotokat. Nagyon sokan felteszik, hogy azt mondják, hogy hú, van egy szuper robotom, $300 a tied, és ez egy, bocsánat a kifejezésért, ez egy pénzfosó gépezet. Na most, hogyha valakinek lenne egy ilyen rendszere, azt gondoljátok, hogy €300 vagy $300 valakinek, vagy tömegeknek odaadná? Majd itt a kereskedők hétfő bűnénél és az alapvető tévhiteknél erre vissza fogunk térni. Jó a robotkereskedés, ugye vannak köztünk programozók, nekik említettem, hogy ez nekik egy jó kihívás lehet majd. A kereskedői felületen nagyon szépen lehet programozni, a kereskedési rendszereket részben vagy egészben automatizálni, és a program tud helyettünk kereskedni, de én azt gondolom, hogy ez akkor működik, ha valaki átlátja már a folyamatokat, megtanult kézzel kereskedni, és a saját kézi stratégiáját, tehát az idejét próbálja kiváltani a robotokkal, az automatizált rendszerek által. Mert hogyha nem te programozod, vagy nem te programoztatod ezt a robotot, akkor az egy fekete doboz lesz. Nincs olyan robot, ami minden piaci szituációban működik. Tehát ezt a fajta csodavárást, hogy valaki megvegyen egy robotot, vagy betegyen pénzt amit egy számlára, amit majd valaki robotokkal üzemeltet, az egy fekete doboz. Nem tudod, hogy mi fog ott történni, hogy működik a robot, ki felügyeli, ki csinálta, milyen stratégiával kereskedik. Azért, mert mutatnak nektek ilyen backtesteket, meg ilyen profitgörbéket, amiket az előbb én esetleg demószámláról, és mutatja, hogy hú, gyerekek, ez egy hónap alatt megkétszerezi, háromszorozza a pénzed. Ne essünk, ők is a kapzsiságunkra appellálnak. Szóval csínyán bánjatok ezekkel, jó? Demószámlán bármit le lehet tesztelni. Egyébként, ha robot mondjuk mutatnak nektek, robotoknál ugyanez van, mutatnak nektek visszamenőleg mondjuk egy 2-3 havi kimutatást, ne higgyetek neki, mutasson egy éves kimutatást minimum, jó? Akkor esetleg teszek a robotba pénzt, de amúgy nem. Bocsánat, egy éves éles számlás kimutatást, jó? Mert szoktak itt ilyen backtesteket mutatni, ilyen visszapörgetett csártokon, historikus adatokkal elméleti eredményeket, az nem ugyanaz. Az összes robotnak, ugye amit piacra dobnak, az összes robotnak általában pozitív a backtestje és több 100%-ot termel, aztán amikor éles piacra küldik, valós éles számlán, akkor ezek a robotok elbuknak vagy elvéreznek. Jó, úgyhogy csínyán bánjatok az interneten hirdetett pár száz euróért árult robotokkal. Vagy legalábbis törekedjetek arra, hogy akkor megértsétek a működését. Lehet, tehát nem azt mondom, hogy nem működhet, de ne essetek a megtéved, tehát ne legyetek az internetes reklámok áldozatai, jó? A személyes tapasztalataimat elmondtam, vannak kezelt számlák, ez a harmadik ilyen dolog, amikor képesek vagyunk a döntést kiadni a pénzügyi sorsunk fölött. Bocsánat, egy kortyot iszom. Ezek a kezelt számlák, amikor neked van egy saját éles számlád, nem adod oda a számlakezelőnek a pénzed, hanem ő nem tud a számládról pénzt leemelni, hanem egyszerűen megkapja a passwordot, a felhasználói adatokat, a belépési kódokat a számládhoz, amivel ő csak pozíciókat tud nyitni, zárni, megkezelni, de pénzt nem tud rajta mozgatni. Tehát ő arra van, hogy kereskedjen a számládon, és ezért ők általában sikerdíjakat szoktak felszámolni. Itt is vannak különböző fricskák, hogy van, aki a sikerdíjat, a sikerdíjban nem számolja bele a lebegő vesztességeket, tehát a megnyitott pozíciók negatív eredményeit, és a már lezárt pozíciók pozitív eredményei után számolják a sikerdíjat, közben mondjuk van egy 1000 eurós eredményük, csak mondok valamit, közben az éppen nyitva lévő pozícióknak az összesített eredménye viszont mínusz 2000 euró, és akkor azt mondják, hogy csináltunk neked 1000 eurót, barátom, fizess be nekünk az 50% jutalékot, jó? Tehát ezek a számlakezelők általában, vagy portfóliómenedzserek, ők ilyen, tudjátok róla, hogy ilyen 30 és 50% közötti sikerdíjjal dolgoznak, tehát a profit, a megtermelt profituk 50%-áért. Azt kifizeted nekik. És hogyha 3 hónap múlva lenullázzák a számládat, akkor semmiért nem vállalnak felelősséget. Ezt le is van fektetve a szerződésben. Tehát a 3 lehetőség közül senki nem vállal felelősséget a számládért, ők tippeket adnak, kereskednek, nekik nincsen kockázatuk, mert a kockázatot csak te vállalod, ők csak nyerhetnek vele. Ők csak nyerhetnek a sikerdíjakkal, vagy az eladási árakkal. Jó? Tehát nekem volt kezelt számlám sajnos, amikor még tanultam ezt a dolgot, bedöltem, nekik elhittem. Én nagyon sok hibát szeretnék, el fogom mondani nektek nyíltan a hibáimat és őszintén, mert azt szeretném, hogy tanuljatok belőle. Jó? Tehát én nem szégyellem ezeket elmondani, mert egyrészt nem buktam olyan pénzt, ami az én megélhetésemet vagy egzisztenciámat bármikor is veszélyeztette volna. Tehát ha én pénzt fektetek valahova, és ezt nektek is javaslom, csak olyan pénzt tegyetek bárhova, amit nem sajnáltok, hogyha esetleg teljesen elveszítetek. Oké, nem sajnáltok, hülyeség, mert minden pénzt sajnálunk, ha elvész, de ne ingassa meg az egzisztenciátokat, vagy a megélhetésre szánt összeget ne tegyetek oda, ami esetleg a családotok anyagi helyzetét bármiben is befolyásolná. Jó? Tehát kezelt számlán én sajnos buktam, most nem akarom részletezni, nem volt, én jobban tudtam már akkor kereskedni, mint ők, csak akkor én ezt még nem hittem, jó? Tehát ez csodavárás, inkább magatokban higgyetek, jó? Magatokban, a képességeitekben, és legyen jövőképetek, lássátok azt, hogy belőletek egyszer profi trader lesz, ha komolyan csináljátok, csak időkérdése, mert ha elhatároztátok, leírtátok célokkal, van hozzá időpont, akkor tényleg már csak és tesztek is érte, cselekedtek, akkor az nem kérdés, hogy eléritek a célt, csak az a kérdés, hogy mikor. Jó? És akkor nincs szükségünk rájuk. Rájuk nincs szükségünk. Tehát a kérdés az, hogy ugye, amikor ilyen reklámokba botlasz, és esetleg bedőlsz nekik, vagy afelé haladsz, hogy bedőlj nekik, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy valóban ki akarod-e adni a döntést a pénzed és a saját sorsod fölött, jó? Biztos vannak jó számlakezelők, vannak jó robotok, vannak jó szignálszolgáltatók, nem azt mondom, de legyetek velük nagyon-nagyon óvatosak. És nem árt pont ezért megtanulni a szakmát valamennyire, mert most hallottam olyat, egy barátom, igaz kis számlát, de szignálszolgáltatókkal nullázott le például. Azért, mert folyamatosan nagy kockázatokat vállalt, és egyre nagyobbakat. És amikor bukott, akkor duplázta a tétet mindig, vagy triplázta, nem is tudom, és idő után lenullázta a számláját. Jó, úgyhogy ehhez is kell kockázatkezelés, pozíciómenedzsment, tudni kell a money management szabályokat, a pénzkezelés szabályokat. Ildi írja, hogy köszönjük, hogy a negatív tapasztalataidat is megosztod velük. Persze, én nem akarok senkinek negatív reklámot csinálni, és senkit sározni, de én csak óvatosságra intelek. Még Bálint kérdezett valamit korábban. Az igaz a Forexre amúgy, hogy hétvégén a bankok még kereskedhetnek vele? Emiatt alakul ki a gap, vagy akárhogy is írják, lesz hétfőn. Pontosan, Bálint, nagyon jól látod. A kisbefektetők számára, azaz a tréderek számára hétvégén nem elérhető a piac, tehát a broker cégek bezárják a kereskedési platformokat, vagy a kereskedési lehetőségeket, de az intézményi befektetők, a bankok, azok csak ugyan kereskednek hétvégén is. Így van, tehát nagyon jól látod, Bálint. Így van, és emiatt alakulnak ki a gap-ek, emiatt is, hogy hétvégén van üzletkötés, csak mi azt nem látjuk. És az első ár, amit mi látunk vasárnap este 11-kor, az már följebb vagy lejjebb van, mint amin zártunk pénteken. Ezek általában az esetek 99%-ában nem nagy eltérések, tehát 10-20-30 pontokról beszélünk, amik nem befolyásolják, főleg, hogyha tágstoppokkal dolgozol, több száz pip mozgásra mész rá, akkor ez a 20-30 pipes gap az nem számít, amit az esetek megint csak 80-90%-ában vissza is tölt a piac, de erre majd még beszélünk. Bárkiből lehet-e sikeres kereskedő? Na, viszont lassan lejár az időnként, nem akarom húzni a ti időtöket, igazából hát kicsit túl vagyunk a felén, elég sokat beszéltem, de nem baj, tehát szeretném, hogy tisztállássatok tévhiteket, meg hibákon átmenjünk. Hány óra van? Várjatok egy picit. Mondjon valaki egy időt, Léci, mert... Oké, 20 óra van, jó. Akkor szerintem nem is... Igen, bankok kereskednek hétvégén, és akkor egyetértünk. Jó, akkor most felfüggesztem a dolgot, jó, itt akkor abba hagyjuk, tehát onnan fogjuk folytatni, hogy bárkiből lehet-e sikeres kereskedő, és vajon milyen feltételek kellenek hozzá, hogy valaki sikeres kereskedő legyen, milyen jellemvonásai lehetnek egy sikeres kereskedőnek, jó? Én azt gondolom, hogy nem sietünk. Igazából úgy terveztem, hogy a végére érünk ennek még lett volna még azt mondja, hogy 4 dia, jó, de még ezekről is még tudnék sokat beszélni. Nem akarok sietni, tehát nem akarok elkapkodni semmit. Szerintem senki nem siet sehova. Igazából mindegy, hogy ezt most 2 év alatt leszünk profik, vagy 2 év és 2 hét alatt. Jó, úgyhogy nem akarom nagyon elkapkodni, szeretném ezt szenvedéllyel, élvezettel az egészet elmagyarázni nektek, minél több infót tudjak átadni, és minél jobban lerakjuk az alapokat, és ha esetleg vannak tévhitek, azokat már most az elején oszlassuk el. Jó, akkor... nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltatok, közben 22-en lettünk, le is állítom a felvételt, és akkor tehát ide behozom annak, aki aki most majd felvételről nézi. Jó, tehát itt látjátok, hogy ez lesz a házi feladat azoknak, akik felvételről nézik. Innen tudjátok letölteni. Jó, és akkor mi lesz vele a feladat? Hallgassátok meg. Ez egyszer 44 perc az első előadás, a második előadás körülbelül 47 perc, és a harmadik, az meg már csak egy kis kiegészítés, az 10 perc. Bob Proctor neve szerintem páratoknak mond majd valamit. Ő egyébként egy mentori láncba illeszkedik, Bob Proctor, majd beszélünk róla, illetve Attila el fogja mondani, hogy milyen tanítói láncba illeszkedik, ami egészen Napoleon Hill-től indul. És Bob Proctornak volt egy konferenciája Los Angelesben, amire Attila kilátogatott. Gábor egyébként szerintem nosztalgiát fogsz érezni, mert ez hasonló lehetett, mint amire te látogattál Londonba, vagy Spanyol, vagy nem is tudom, Madridban voltál. Egy ugyanilyen mesterkonferencia, csak Los Angelesben, és ennek a fő gondolatait fogja Attila kiemelni. Azt kérném, hogy a két hosszabb előadásról hallgassátok meg a hétvége folyamán. Hallgassátok, telefonra tegyétek rám, mert majd mindenkinek tud a telefonja MP3-at lejátszani. Hallgassátok autóban, utazás közben, sport közben, mosogatás közben, lefekvés előtt, lefekvés után. Tehát ezeket az időket nagyon jól ki lehet használni tanulásra, és a telefonunkat is lehet, majd erről még beszélek, tanulásra nagyon jól használni. Tehát legyen tényleg okos az a telefon, és legyünk mi is okosok a telefontól. Úgyhogy használjátok a telefonotokat okosan, és az időtöket is okosan, és próbáljátok meg minden jobban kihasználni. Tehát ha sétáltok az utcán, van, aki mondta, hogy napi másfél órát utazik, akkor csak a munkába menet meg jövet ezt meg tudja hallgatni. Ha tudjátok, hallgassátok meg kétszer is, jó? És azt kérem, hogy 5 mondatot, tehát egy előadásonként 5 mondatot írjatok le nekem, jó, hogy mi volt a legfontosabb ebből az előadásból. Ezzel kicsit előre megyünk, ezzel a hanganyaggal a második és a harmadik leckénk anyagára, tehát ez arra a két leckére lesz elgondolkodtató, életvezetési és paradigmavizsgálati feladat. Jó, hogy el fogunk gondolkodni, hogy akkor mit is jelent nekünk a gazdagság, a szabadság, milyen szoftverek futnak az agyunkban, milyen programjaink vannak, amiket esetleg felül kell majd írnunk, vagy nem. Jó, erről fog elgondolkodtatni minket ez a két kis előadás. Jó, és azt kérném, ez a házi feladat, hogy akkor küldjetek nekem e-mailt, és írjátok le, hogy tetszette, nem tetszett, ha igen, miért tetszett, ha nem tetszett, miért nem tetszett, jó, és mi volt az a pár gondolat, ami megfogott titeket belőle, jó. Elbúcsúzok mindenkitől, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, úgy érzem, amit szerettem volna mondani, azt magamhoz képest jól át tudtam adni, így érzem én, remélem ti is. Na, nem vagyok mester aranyos vagy, én negyedikes gimnazista vagyok, jó? Jó, köszönöm. Tehát én is diák vagyok, nagyon fontos, jó? Én is csak egy tanuló vagyok. Úgyhogy elbúcsúzom. Köszönöm szépen mindenkinek, és akkor találkozunk kedden 18:30-kor, és várom az e-maileiteket. Szép hétvégét, sziasztok!